Na, istálunk legutóbbi futója. Szóval, hogy átesél mi. Túr, kicsi túr, vagyis middle of the night. A kis disznó. Ja. Na, az megy. Egyébként jól van. Elvirul, tegnap már szemtelen volt, meg tegnap előtt is. Nagy Palermo. Falcsikánk. Jaj, igen, de fáj neki. Jaj, fáj a tisztaság. Jaj. Hogy van az Isten lóelső nyerője? A szín. Ez Martin Dálos, ez nem az enyém. Akkor itt van. Jaj, de szép vagy, poszikánk. Hú, de megértem, hogy nincs meg a zenzi. Hogy mert ez a, nézd meg, ez a lányingálos. Nekem nem kell martingálos. Aha. Jó. Tehát a tervet tudod. Figyelj, posz. Ha valaki próbálja bántani a Bélát, velem gyűlik meg a baja. És ugye ezt tudjuk itten, elég el van terjesztve az alok. Mázás ütéseim vannak. Szóval néki tudja legjobban. Nézd meg, hogy néz ki. Tiszta piros a bukója, mi? Na, ezt akartam, na gyere! Azt mondod, kész vagy, ezt nem vagy kész. Ugyanezt csináltak a lányok, hallod? Bementem, itt áll, fölveszi fél óráig a kesztyűjét, megőrülök ettől, nem te? Relax! Ezt csináltak, fél óráig húztatok. Nyugi, dobjad már, hát most rád kell várni. Nyugodjál! Ezt csináltak, a Lilit fölmedik húzta a kesztyűjét? 20 percig! Jól van, Sanyi. Itt akkor nem mondja, hogy kész vagyunk. Na. Ne, akkor fiatalok, tudod, dobsz, ott vagyok. Na, dobjál. Most hagyod, de igazából nem kell már kiszedni 3 hetet tőle, 2 hetek haját. Mindig olyan jó, megesszük, jó van, gyere falcsikán. Meg vagy? Meg. Ügyesen, én viszek egy szárat, Bélát kivezve felmerve. Tudom, figyelek. Na olyan vagyok, ha valaki azt mondja, hogy menjünk, akkor menjünk. Jó van, Sanyi. Akkor miért beszélsz? Menjünk. Tegnap valaki 2 órát vettem az életemből. Mert hogy így jövök, úgy jövök, be van... Hát mindegy, nem is van mondjuk. Meg vagy? Oda figyelj. Ha megyünk, akkor megyünk. Én olyan, ha nem, akkor üljünk le, kávézzunk, ha valakit bajom. De ha indulunk, én üljünk. Szóval Palermo, és kicsit túl, alias Middle of the Night. Kibékülsz egy ló, hogy felrakom a frenzit, és akkor jöhet. Sokszor jobb kibékülni egy lóval, megkirigálni, ilyen is van. Nem a reklámhelye, de a álszentségnek veszek egy-két dolgot. Jaj, minden szép, minden jó, bár úgy lenne. Én is örülnék neki, hogy nem jövünk minden szép, minden jó. Van, amikor meg kell tanulni, hogy ki a főnök. És így van a gyereknevelés. Pár gyereke bőven ráférne a kis taslika, vagy a jó kocsit, legyen. Legyen? Sem, hát be. Mit gondolsz, kihagyom a ezeket a bölcsességeket? Érted, a gyerekeimet egyszer sem bántottam, de miért? Mert nem kellett. De van pár gyerek, amire ráférne, mert szemtelen ráhagyják. Ha helyből már úgy van nevelve a gyerek, valószínű, hogy jó lesz. Valószínű. Az sem biztos. Gyerek. De egy biztos, hogy... Lónál is ez van, lehet álszentsi, cucika. Amikor mászik a nyakadba, lecsap, meg egyebek, úgy játszik veled, mint egy 5 mázás lóval,
Sajnos azt nem tudod megengedni, mert nem lesz, aki majd megeteti őt, meg kiganézza őt, meg lelovagolja, mert megyek a kórházba. Hát ez van. Akkor még szeretjük őket, hogy kapja egy-két tasút. Én is adok, nevelgetem, ott van Jancsika is. És azt meg a másik vele. Nekem nem mondja senki. Nálamnál jobban, úgy szeretek rovat, mint én, jobban senki nem szeret. De ha kell, meghirigelem, hogy tudja. Mert el van rontva egy ló, annál rosszabb nincs. Miért ilyen kicsi ez a trendi? Megnőtt a fejem. Szeretem, hogyha aránylag hosszú, de ki állított ezt el? Hát ebben lovagolok. Valószínűleg. De már tegnap is rövidebb volt, én mondtam neked, nem? Nem, emlékszel, hogy kérdeztem? A trendim három nap a jó Istennek. Megadatott, hogy több trendim legyen. Na, gyerekek, így vagyunk. Kiakadtam, megint iskolát adtam. Gabikám,